Szép jó estét kívánok! Tisztelte köszöntöm valamennyi nézőnket, fehérvári beszélgetéseket látják, vendégem János Ács. Tisztelettel köszöntöm, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszöntöm. A beszélgetésünk alapja mindenképpen az lesz, hogy július 13-án csütörtökön 19:30-kor ismét a Szent István Székesegyházba várjuk Önöket, a komoly zene szerelmeseit, Te Deum, örökségünk himnusza címmel egy fantasztikus hangversenyt láthatnak. A közreműködőket gyorsan felsorolnám, Bakony Anikó énekli a szopránt, Meggyes Isvalsz, Lucia az altot, Balcó Péter lesz tenor szólam és Cser Krisztián basszust, Alba Régia vegyes kar, ugye természetesen Knejfel Imre, Ász Muzika énekkar Szabó Adrián, illetve Vox Mirabilis kórus Zemlényi Katica vezetésével, az Alba Régia szimfonikus zenekar természetesen, aki fellép még, és a legfontosabb vezényel János Ács. Ács János, tisztelettel köszöntöm, a műsoron pedig Kodály művek szerepelnek a nyári este a Vértanúk sírján, illetve a budavári Te Deum. Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk, úgyhogy vágjunk bele, evezz a mélyre. Ön Kodály rajongó, úgyhogy engedje meg, hogy egy Kodály idézettel kezdjem. Jó, nagyon mérnök. Örülök, mert én is Kodályt hoztam, úgyhogy nagy megelőzött. Szerint. Jó mérnök, vegyész, stb. Lehet valaki, ha 15 éves koráig rá se gondol. De zeneértő nem lehet, ha 6 éves korában, s játékosan még előbb, nem kezdik rendszeresen nyitogatni, gyakorolni a fülét. Ezt Kodály Zoltán mondta, és azt hiszem, amikor arról beszélgetünk, hogy miként nőtt fel, honnét az indítatása, az teljesen természetes, hogy az ön számára a zene természetes közeg volt. Hiszen zeneszerető, zeneértő és a zenével foglalkozó család volt az öné. Köszönöm a kérdését. Rögtön azzal kezdeném, hogy a gondviselés megadta nekem azt, hogy ismerhettem Kodály Zoltánt személyesen, mint gyermek, ugyanis a bátyám, Ács József, ő egy csoda gyerek volt, és az ő számára alapította Kodály Zoltán a Zeneakadémián a különleges tehetségeknek az osztályát. És az első évadban az Ács József és a Perényi Miklós voltak a két növendék. Veretes nevek. Úgyhogy, amint ön mondja, igen, nekem megadatott a, tényleg a Jóisten kegyelméből, hogy hát tulajdonképpen mi csak zenéltünk, nem is voltunk nagyon gyerekek, ez az igazság. Mert a bátyám, mivel tényleg olyan adottságokkal rendelkezett, csak egyet mondanék, hogy a Voltemperites klavírt ő 7-8 évesen minden tonalitásban játszotta. Tehát ehhez tényleg egy olyan adottsági alap kell, ami csak isteni tehetség. Édesapám őt igen nagy fegyelemre és rendre tanította, tehát nálunk tulajdonképpen annyi volt, hogy focizni mehettünk, de máskülönben minden szabadidőnk az tényleg a zenével volt kapcsolatos. Meg volt a gyermeki vonzalom a zene iránt? Illetve hát hadd mondjam magának, míg a bátyám megkapta tehát az általános zenei talentuma olyan magas szintű volt, hogy például az improvizációs készsége ugyanúgy 10 éves korában, mikor már képes volt felfogni egy Bach fugát, ő maga is írt egy Bach fugát, vagy Beethoven szonáta formában tudott improvizálni. Tehát a másik oldalon én viszont megkaptam azt az ajándékot, hogy én az opera világgal kerültem kapcsolatba 7 éves koromban. Tehát beleszerelmesedett. Bekerültem az operáz gyerekkórusában, ami akkoriban, hadd mondjam magának itt, mivel én 52-es születésű vagyok, tehát 7 éves koromtól ez annyit jelent, hogy a Magyar Állami Operaház tényleg a legnagyobb fénykorában. Tehát a 60-as évek és az 50-60-as, 70-es évek közepéig én 7 éven keresztül voltam az operaház gyermekkórusában, és az meghatározó volt az életemre nézve. Mert ott akkoriban tudnunk kell, hogy volt egy olyan impresszár hölgy, akit úgy hívtak, hogy Failóniné, ő a Sergio Failloni nevű olasz karmesternek volt az özvegye, aki az Erkel Színház pódiumán halt meg infarktusba.
És mint minden karmesternek ez az én vágyam is ez lenne. De hát visszatérve, ő olyan művészeket tudott elérni akkoriban, hogy a Magyar Állami Operaházban, különösen az Erkel Színházban, a Mario del Monacótól kezdve a Renato Scottóig, de a fiatal Pavarotti, a Domingo, a Carreras, a Ricciarelli, a Cossotto, tehát tényleg az olasz opera világ megjelent. És a magyarok felnőttek ez a feladathoz, akkor rendkívüli szintű volt az operaház. Kifedezte fel a tehetségét, hiszen egyik oldalról ott volt a kényszerűség és a vonzalom, ez párban jár. Ugyanúgy. És a tehetség viszont nem különben fontos. Hogy mondja magának, ez megint sorsszerűen annyira egyértelmű volt. Az én opera iránti, úgy mondanám, akkor ez szeretet volt, és egy végtelen lelkesedés. Ez utána átment egy elég komoly önfejlesztés irányban is. Ezt csak azért mondom, mert már gyerekkoromban erre szeretek emlékezni, mert ez sokat segített, amikor diszidáltam. Az operaházban én vittem mindig magammal egy kis szótárt, egy olasz-magyar szótárt. Tehát én akkor is már valahol tudatosan úgy éreztem, hogy nekem az életem az egyértelműen az operához kell, hogy kötődjön. A tehetség és a szorgalom viszonyáról kérdezem. Akkor az igazi, mondják, hogyha kart-kartba ötve jár ez a kettő együtt. Szorgalmas volt? Hát megbocsásson, én azt hiszem, hogy hogy mondja magának, ezt Carlos Kleibert mondta, hogy hát azért a tehetség az 90%. De az a bizonyos 10%, az valahol meg kell, hogy szülessen, mert ha nincs, akkor lehetséges, hogy a tehetség, bár én azt hiszem, hogy azért a jelentős, a karakteriálisan is súlyos tehetségek, azok valahol érvényesülni kellenek. Tehát ideje korán beleszerelmesedett az itáliai művészetbe, elsősorban az operába. Az operába. 22 esztendősen döntenie kellett. Nehéz döntés volt? Nem, nagyon könnyű döntés volt, tudja miért? Mert nem vettek föl a zeneművészeti főiskolára, semmilyen szakra. Mi akkor nyilván az Ács név az már nem volt nagyon vonzó az ottani zeneakadémia körökben, mert a bátyám, amikor 18 éves volt, akkor be kellett volna, hogy iratkozzon a pártba. És édesapám ezt visszautasította, és akkor a bátyámat elengedték. Annak ellenére, hogy a Szabolcsi Bence azt mondta, hogy ez nemzeti érték, ezt nem szabad elpocsékolnunk. Ennek ellenére a sorsa úgy alakult, hogy azért, hogy a zenei világban maradhasson, hát sok kompromisszumot megtett, még végül is Németországba telepedett le. Úgyhogy miután engem nem vettek föl semmilyen szakra, én jelentkeztem énekszakra, fuvolaszakra és zongoraszakra. Nem volt más utom, mint az, hogy diszidáljak. A későbbiekben esik szó róla, mint hogy diszidáljak. Hogy zongoraművészként is karrier várt önre, úgyhogy csodálkozom, ez fájt önnek egyébként? Nem, hadd mondja magának nagyon őszintén, én ezt mai napig is a Jóisten legnagyobb ajándékának tartom, hogy engem egy olyan szituációba kényszerített az élet, hogy természetszerűleg meg kellett találnom az én közemet, mert itt Magyarországon nem tudtam volna még tanulni sem. Tehát ott volt Itália kellős közepén, rutintalanul, ha úgy tetszik, viszont álmokkal és vágyakkal, statisztaként kezdte értelemszerűen. De hát hadd mondjam, volt ez az út? Melyik volt az a pillanat, amikor tudta, hogy megérkeztem, jó helyen vagyok, mert hogy itt nekem van lehetőségem fejlődni, megvalósítani álmaimat, ha úgy tetszik? Én csak azt mondhatom, hogy a gondviselés mindig a tenyerében hordozott, mert én megérkeztem Olaszországba, fölvettek rögtön talán a három legfontosabb főiskolára, tehát a Milánói Konzervatóriumba, a Firenzei Cherubiniba és a Nápolyi San Pietro Maiellába, és én választottam Milánot a Scala miatt.
Tehát a tanulmányaim alatt megadatott az is, hogy a Szkálába statisztaként kezdtem, de például olyan előadásokon, hogy csak egyet hadd mondjak magának, az a bizonyos híres bohém élet, 1976, Carlos Kleiber, a fiatal Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Piero Cappuccilli, mint Marcello, Nikolaj Gyaurov, mint Collin, és mindez Zeffirelli rendezésével. Tehát, de ilyenekből utána volt részem 6 éven keresztül. Erre mondaná a mi eperjes szamócánk, hogy Uramisten. Szóval tulajdonképpen igen. Tényleg én csak azt mondom, én csak hálás lehetek a Jóistennek, mert és nagyon sok jó emberrel megismertetett, hadd mondja magának. Én úgy mentem ki tényleg, hogy egy bőröndel, és 300 márkát adott a bátyám Németországba, hogy most indulj, most menjél. Hogy alakul ki idegenben, bármennyire is olyan közegben él valaki, hogy az számára otthont jelent azonnal, egy olyan testi, lelki, szellemi erőtér, ami aztán hajtja, űzi és viszi a jó megoldások felé? Nagyszerű kérdés, köszönöm. Azt érdemes megemlíteni, hogy én énekes szerettem volna lenni. Mert a szívem mélyén, hát mondjuk én a tenorokat annyira szerettem, és mivel tényleg megadatott, hogy Magyarországon hallottam a koruknak legnagyobb tenorjait, majd az életemben találkoztam mindegyikkel, a Di Stefanótól kezdve a Corelliig, és végül is hát az életemnek a legjelentősebb állomása mégis azért a Pavarottival való viszony. De ezt csak azért mondom, hogy válaszolva a kérdésére, mikor én felfedeztem, hogy én az énekszakot elvégeztem, lehettem volna énekes Olaszországban, mint mesterség. De nem voltak olyan képességeim. A hangszínem, a hang timbró, az olasz azt mondja, hogy bélyegző. Minden hangnak van egy bélyegzője. Ez egy csodálatos olasz kifejezés, nem lehet lefordítani magyarra. Ez nekem nem volt meg. Na most ezután be kellett látnom, hogy akkor, hát azért őszintén valahogy úgy a személyiségemben az nincs benne, hogy kis szerepeket, középszerűet, azt valahogy nem szerettem volna csinálni. Bár bevallom magának, Olaszországban olyan nagyszerű énekesek vannak a középgárdában, amit bárcsak ma megkaphatnánk a főszerepekre. De minden esetre Olaszországban énekes nem lehettem. Ezt is megköszönöm a sorsnak, hogy ezt a döntést ezt meg tudtam szerezni, és utána ráálltam a korrepetitorálásra, tehát... Aztán jött meg annyi lépcsőfok. Milánó, Velence, Firenze, és így tovább. Tudatos igen. Volt választ, hívták? Hát nem, hadd mondja magának, ez mindig, én mindig meg akartam próbálni minden színházat, mert mindenhol más nagy karmesterek jártak. Tehát nekem a célom az volt, hogy hát nyilván a maestro Abbado volt az a Szkálába a főzeneigazgató, amikor én oda kerültem, hát ő volt azért az életemnek a legjelentősebb Verdi interpretője, és úgy érzem, hogy tényleg az olasz opera ismeretében, tradíciójában és lelkületében az Abbado adott a legtöbbet. Patane, azért. Abbado. A legtöbbet. Patanéval a sors úgy hozta, hogy soha nem zongoráztam. Őt megismertem az életben, de nem voltam neki korrepetitora. Ő inkább a francia repertóriákat csinálta Olaszországba. Tehát ezt is hozzá kell tenni, az olasz színházakban minden fajta zenének megvoltak a speciális korrepetitorai. Rákényszerült? Én az olaszra. Nem rákényszerültem, hanem... Rákényszerült, hogy példaképet válasszon? Hú, ez is egy... Látja, ezt is az élet hozta. Tudja, hogy talán ezt a nevet sajnos nem ismerik itthon, de Carlo Maria Giulini a 20. század egyik legnagyobb profétaszerű karmestere volt. De egy olyan intim muzsikus és egy olyan zárkozott ember volt, hogy kikerült a sztár szisztémából, ezért nem ismerik nagyon. De ő volt olyan értelemben a példaképem, hogy vele akkor találkoztam, amikor először vezényelni akartam, vagyis felajánlották a Traviátát, és elmentem hozzá, mert ő volt az a bizonyos Giulini, aki vezényelte a Callasnak a Traviátáját, a Di Stefanóval, a Tito Gobbival és a Visconti rendezésével. És gondolja meg, neki megvolt a Verdinek a kézirata.
tehát abból mutatta meg nekem egy-két részt a Traviátából. És ő akkor 80 éves ember volt, egy hihetetlen, tényleg egy aszkéta típus, gondolják el, a feleségét ápolta 15 éven keresztül, aki béna volt. Tehát ő nem vállalt olyan szerződést, ami hosszabb volt, mint egy hét. Ezért is nem ismeri a világ, mert egy hét alatt nem lehet egy operát előkészíteni. Tehát ilyen példaképeket az élet maga ajánlott fel számomra. De ez bizalmi kérdés volt, nem kis részben, hiszen olyan bizalmi elven működik azért a sztár operatársulatok előadásaira a felkészülés. Igen. Egyáltalán, hogy valaki karmesterpálcát foghat a kezében, hogy leülhet az zongora mögé, hogy énekelhet, hiszen itt kismillió világsztárt sorolt fel, aztán még hol van a többi? Mindig ért a bizalommal? Igen, ezt is azt hadd mondja magának valahogy. Én talán most egy kicsit elébe vágok a dolgoknak, de hadd mondja magának, én csak azért válhattam a három tenor karmesterévé és a Pavarotti karmesterévé, mert az élet megtanított, hogy mikor kell csöndbe lenni. Mikor szabad mondani valamit, és mikor kell csöndbe lenni. Én leginkább szeretek hallgatni. És ez, hadd mondja magának, az opera világban, a nagy körökben, ez elég ritka. Úgyhogy engem azért szerettek, mert én úgy érzem, hogy soha nem voltam tiszteletlen senkivel, és mindenkivel megtartottam azt a bizonyos méltóság teljes viszonyt, ami szükséges. Rendben, fontos, amit mond. De mielőtt még a három tenorról, illetve Luciano Pavarottiról beszélünk, azért érdekes, hogy itt Fehérváron, ebben a stúdióban most voltak éppen bejárjuk a világot. És még csak most jön a java, hiszen Dél-Afrika, tehát Pretórián keresztül eljutunk már Denverbe, Salernóba vissza. Igen. Ez hogy történt? Tehát hogy vállal valaki, aki már kellően ismert a zenei berkekben munkát, például Dél-Afrikában? Jó. Köszönöm egyrészt, hogy maga ilyen felkészült. Ez nagyon megtisztelő, mert Magyarországon általában semmit nem tudnak rólam. Úgyhogy ezért is hálás vagyok magának, mert a kérdések így valahogy kapcsolódnak. Például ez a kérdése, ez azért gondolom olyan választ tudok adni, ami sokak számára esetleg pozitív az életre nézve. Abban az időben Dél-Afrikában még az apartheid szisztéma létezett. Na most előttem két karmester lemondta, két jelentős olasz nevű karmester, akit meghívtak. Tudni kell, hogy ott az egyik legjobb barátom úgy hívták, hogy Attilio Colonnello, egy csodálatos díszlettervező és rendező, a Zeffirellinek volt a jelmezeit rajzolta a Rómeó és Júliába, amivel Oscart nyert, de közben ő rendező lett, az élet összehozott bennünket, kisebb olasz színházakba, képzeljék el, milyen érdekes ez is, hogy ilyen nagy emberek, ott az nem volt lenéző, hogy elmenjünk Mantovába, vagy Kómóba, vagy Bressába, mert ezekben a színházakban is tényleg a legmagasabb rendű operajátszás működött abban az időben, amiről én beszélek, 70-es, 80-as, 90-es évek. És ő meghívta ezeket az olasz barátait, karmestereket, akit féltek elmenni. És utána harmadikként, mert én akkor még nem voltam azért a nagyok között, meghívott engem, és azt mondta, János, itt egy lehetőség. És én fogtam, és két nap múlva fölültem a repülőre, és 8 évig voltam zeneigazgató. Tehát ez egy lépés, ez egy döntés, én abszolút nem féltem, és bevallom magának, ez az apartheid, amit itt hallunk, és amit mondtak a világban, ez nem úgy volt, ahogy írva volt, teljesen. Nem minden pusztán fekete nem, és nem, fehér. Ez egyáltalán nem így volt, legyünk őszinték, az én zenekaromban a egy-két fuvos, az néger volt, a kórus vezető, az egy csodálatos, még ma is emlékszem a Gordonra, ő a párizsi operába végezte be végül is az életét, mint karvezető. Tehát ez mindig attól függött, hogy ki volt az intézmény élén. A Pact Opera intézmény élén, de Dél-Afrikában, Pretóriában egy nagyszerű ember volt, egy olyan magas tudású és egy zseniális rendező,
hogy ő maga is a partitúrát ugyanúgy ismerte, mint én. Tehát amikor bemutattuk a Puritáni című operát, akiről Bellinről nem is hallottak Dél-Afrikában, akkor ez az ember úgy jött az első próbára, hogy minden hangot tudott. Szóval ez volt a rendező. És akkor kérdezte, hogy erre a bizonyos szóra, vagy erre a zenei frázisra, akkor most milyen mozdulatot csináljunk. Hát szóval ez azért más világ. Hát egy fantasztikus időszak volt. Ez egy fantasztikus időszak. Denverbe mi vitte? Az megint, ahogy tetszik, a világ másik vége. Denverbe viszont meghívott, ott már meghívott egy a Metropolitan Operának a főrendezője, úgy hívták, most már meghalt, Nathanael Merrill. Ő 25 évig volt a Metropolitannek az állandó rendezője, és utána, mivel a felesége az denveri volt, Denverben nem volt operaház, és ő alakított egy operaházat. És fölhívott telefonon, hogy van-e kedvem erre az új kihívásra, mert a nullából kell felépítenünk egy színházat. Ráadásul az egyetlen körszínház volt az Egyesült Államokban. Tehát gondoljunk el egy 4000-es modern színházat, ami nem a tradicionális színpad nézőtér, hanem kör alakú. Vissza az eredendőhöz? És a színpad középen. Tudnunk kell, hogy viszont a Colorado Symphony Orchestra az létezett, tehát az egy jelentős amerikai zenekar, és őt hívta meg, mint az opera szezonnak az alap, tehát a zenei részt azt a Colorado Symphony adta, azt nem kellett újraépíteni, az már megvolt. De az opera világot azt ott építettük. No, és ott hadd mondjam magának, igen. Ott megint a Jóisten megadatott, hogy akkor még élt, képzelje el, John Vickers, a kanadai, a Karajánnak az Otellója. Akkor Cheryl Mills. Jézusom, hát olyan sok csodálatos művésszel találkoztam ott, akiket ő meghívott. Nagy pénzek voltak, persze, legyünk őszinték. De a legnagyobb művészek eljöttek Denverbe azért, hogy ezt a Nat Merrillt, ezt megajándékozzák a jelenlétükkel, tehát a barátságukkal, és ezen keresztül mi tényleg olyan szezonokat csináltunk, hogy az azért maradandó. Csak közbevetem, mert utána eljutottunk egy nagyon fontos pillanathoz. Mikor maradt ideje zongorázni? Mindig, mert ugyanis, hadd mondjam magának, én az énekesekkel nagyon szerettem én magam dolgozni. Tehát sokszor az megtörtént, hogy megkértem a hivatalos zongoristát, hogy ne sértődjön meg, de most az énekesekkel való próbákat, azokat én csinálom. És általában ez 80%-ban így volt. No, 1991, több mint negyed százada. Azt hiszem, hogy ez egy meghatározó pillanat volt az életében. Találkozott, ugye addig is ismerték egymást, csak egészen másként, Luciano Pavarottival. Meséljen el. Hát hadd mondjam, ő nem ismert engem. Ő csak annyit tudott, hogy létezik egy magyar karmester, aki érdekes módon sokat vezényel Olaszországba. Ezt utána mondta nekem, a nevemet se tudta. Úgyhogy ez is megint a gondviselés ajándéka. Az ő felesége, az Ádua Veróni, ő egy agentus volt. És ő szeretett volna bevenni engem az ő agenciájába. És a Lucianónak az volt a kikötése, hogy ebben az agenciában csak azok szerepelhettek, akit ő ismer. Úgyhogy eljött az egyik előadásra, ahol éppen a Mascagninak a Fritz barátja nevű operáját vezényeltem. És akkor ott nagyon egyszerűen a szünetbe behívott, és azt mondta, hogy hogy te ezt így érzed, ezt a Mascagni zenét. Hát honnan jössz te? Ennyi volt a kezdete a barátságunknak, és utána meghívott hozzá. Mert a másik dolog az volt, hogy ő csak olyan karmesterekkel dolgozott, akiket ő előbb kipróbált, hogy milyen zongoristák. Tehát, hogy mert legyünk őszinték, azért az opera világban az a jó, ha egy karmester azért a zongorát ismeri, és az énekesekkel tud dolgozni. Az, hogy a vonós hangszereket ismeri, az egy nagy előny, az egy csodálatos dolog. Ettől a pillanattól kezdve egyenes út volt. Tehát egészen addig, amíg 98-ban jött a három tenor, és utána meg már íve lett az egész történetnek, hiszen azt már jószerivel mindannyian tudjuk, bár
teszem hozzá, nagyon kevesen tudtuk, hogy ön a karmester. Mi mindig tátott szájjal bámultuk, vagy bámulták az emberek, hogy igen, ott van Carreras, Domingo, Pavarotti. Igen. És hát aki háttal áll és a zenekart vezeti, az ritkán. Hát ez is nagyon őszinte és nagyon aranyos magától. Hát hadd mondja magának, a karmesternek nincs más igazából technikai feladata, én ezt mindig azt mondom, hogy nem az a jelentős. Az a jelentős, amit a személyisége és a gondolatvilága által tud átadni az ő zenészeinek. És ha énekesekről van szó, akkor viszont a legfontosabb az, hogy az énekest olyan helyzetbe kell hozni, hogy a legjobb lehessen. Ehhez viszont kell egy olyan karmester, aki szereti az énekhangot, hát aki nagyon jól ismeri az anyagot, ami előtte van, és kell hozzá egy olyan istintívo, hogy ösztönös prontezza, hát magyarul, tehát sok olyan szituáció alakul egy koncerten, hogy ott azonnal kell ott lenni. Ott nincs idő gondolkodni, hanem az ösztönöt segít arra, hogy például ha levegőt nem úgy veszi, ahogy megbeszéltük, akkor nekem az ott kell lenni pontosan, mert máskülönben az ő frázisa utána megtörik. Tehát, és ezt egy nagy énekes érzi, hogyha egy olyan karmestere van, aki vele lélegzik, sőt, előre tudja, hogy mit fog csinálni. Mondjuk ez talán, ami nekem ez megadatott, ez a készség, és nyilván ez azért sok szenvedés árán, mert azért én is sokat volt egy-két jelentős bukásom az életben. A Pavarottitól is kaptam sokszor egész megalázó pillanatokat, amikor olyan dolgok történtek, hadd mondjam magának egyet, például Mexico City-ben vagyunk, ami tudva levőleg 3000 méter fölötti, ahol a Luciano nem tudott levegőt venni. Egyszerűen nem tudott levegőt venni, és a koncertet le kellett volna mondani, csak a közönségben ott volt a Sr. George Bush és a mexikói elnök. És akkor közölték, hogy ezt a koncertet nem lehet lemondani. És akkor az történt tényleg, hogy hát az első áriákban nagyon nehéz volt, mert a Luciano semmit nem tartott meg, mint amit meg volt beszélve, és amit eddig megszoktunk, mert egyszerűen nem kapott levegőt. Tehát ilyenkor ott lenni a helyzet magaslatán, akkor ezt mondjam visszatérve, hogy ez csak tehetség kell, ez semmit nem számít, hogy én mit tudok, és az ösztönnek, és az azonnali reagálásnak a képessége. Tudja, Prohászka Ottokár püspök atyánk Lukács evangéliumából választott magának ki elmondatot, az imígyen szól, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Fú, ez azt hiszem, de csodálatos. Az ön pályafutására valamelyest jellemző. Azt a rablóját. Hiszen mindig azt tette, amire vágyott, és azt úgy csinálta, hogy nekünk, nézőknek, közönségnek is jó legyen. Tehát elérte a célját, ahogy tetszik. Hát ez csodálatos, amit mond. Hát ezt nem ismertem ezt a mondatot. De kétségtelen, én mindig azt mondom, hogy amikor úgy a profán emberek azt gondolják, hogy ez a mesterség, ez dicsőséggel és sikerrel jár. Én azt mondanám, hogy 90% az áldozat. 90% az, amikor nagyon kell koncentrálni, de ezt úgy kell csinálni, hogy hatalmas örömmel, mert máskülönben nem tudod megcsinálni. Tehát ez egy világjáró időszak volt a három tenorral, nem sorolhatjuk fel az állomásait, mert akkor napestig beszélhetnénk róla. Ugyanakkor egy másik fontos dátum 2007, ez nagyon szomorú mindannyiunknak, hiszen ez 10 esztendeje történt. Megviselte önt a barátja, Luciano Pavarotti? Hát tudja, mi viselt meg az, hogy nem kellett volna meghalnia. Mert ő nem azért halt meg, mert pankreász rákja volt, hanem azért kapta meg a pankreász rákját, mert a második házassága az egy drámai kudarc,
és sajnos ezt nyilvánosan nem is szabadna mondanom, de én megteszem, mert az igazság az előbb-utóbb úgyis kiderül. Tehát ő olyan boldogtalan volt ezért a választásáért, amit tett. Tehát, hogy a családját otthagyta, megnősült még egyszer ugyanabban a városban, ahol élt, Modenában, megalázva a régi családot, elveszítve az összes barátait. Gondolja el, az esküvőjén, a második esküvőjén, a Nicoletta Mantovánival hárman voltunk a Lucianónak a világából. Hárman. Egy olyan fogadáson, ahol 150 VIP vendég volt. Azok közül hárman voltunk. A José Carreras, aki nagyon röviddel, miután a vacsora majdnem lezárult, nagyon röviddel eltávozott. A Leone Magyera, aki a Lucianónak volt a betanító karmestere, és az egyik legjobb barátja, aki megtanította neki a hangot gyerekkorától fogva, a Mirella Fréninek az első férje, és én. Mert mindenki azt mondta, hogy ő ezen nem fog jelen lenni. Tehát a Luciano az önmagából elveszítette azt az energiát és azt az életörömet, amit ő tartotta egész végig. És ő olyan nagyszerű tanár volt, hogy mondhatom magának, én kurzusokat csináltam vele, hogy ő most is fantasztikus tanár lenne. Tehát ő ülve így, ahogy most vagyok, mindent megmutatott minden növendékének. Az utolsó időségben már csak tenorokat tanított, de a hangja tökéletes állapotban volt. Fizikailag is, ha nem jön ez az életfordulat, én szerintem, mert ő egy annyira egyszerű paraszt fiú volt, aki szerette az életet, szeretett enni, a barátokat szerette, szerette a családját végtelenül. Ezt én azért tudom, mert sajnos, mivel én is elváltam, mi nagyon sokat beszélgettünk. Azokban a pillanatokban, amikor már nincs senki, a koncertek előtt, amikor bemegyünk, akkor csak ő volt, és én voltam a várakozó szobába. És ott sokszor, ott fél órákat ott ültünk, és időnként beszélgettünk a lányainkról, a gyerekeinkről. És ez a szenvedés, amit ő végül is az ő karakterbeli gyengesége okozott számára, abba belehalt. Tehát a szomorúság az nem azért, hogy ő, mert egy hívő ember volt, tehát én is hiszek a jó Istenben, ő most jó helyen van, de bennünket hagyott el, amit nem kellett volna. Jöjjünk haza, azt javaslom. Sajnáljuk egyébként azóta is mindjárt, ugye ezt nem is kellene talán mondanom. Jöjjünk haza. Megérkezett először is egy meghívó, a MÁV szimfonikusok, meg a Bartók sztori is itt van előttünk. Meglepődött, amikor hívták Magyarországon, ahol jószerivel elfelejtették? Hát tulajdonképpen most ön erre a meghívásra nem gondol? Erre, nem. Még a MÁV szimfonikusok. Hó, hát várjon, a MÁV-val annyira nem volt meglepetés, mert egyszer Németországban a MÁV szimfonikusokkal csináltunk egy turnét a Lucianóval. Tehát egy-két városba a MÁV szimfonikusok játszottak. Úgyhogy őket ismertem, és még velük még a 2000-es években is volt egy-két kapcsolatom, úgyhogy az kevésbé. Az inkább, mondjuk, őszinte leszek magának, az a mostani meghívó az meglepett, mert én nem tudtam ennek a hátterét végül is. Én az önök nagyszerű igazgatóját, az Istvánt, azt ismerem, azért, mert ő bent játszott a MÁV szimfonikusokba. És arra még én is emlékszem, hogy nem ő volt a koncertmester, de nekem ő jobban tetszett, mint a koncertmester. Erre pontosan emlékszem. Igen, hát a párhuzamosok találkoznak. Úgyhogy erre mindketten emlékeztünk, és én ezt általában ki is fejezem a kollégáknak, szóval én nagyon szeretem a zenészeimet, mert én magam is azért ültem zenekarban, mint fuvolista, hát nagyon régen, még konzis koromban, de az is egy meghatározó időszak. Az nagyon fontos, hogy és viszem magammal ezt az emléket. Tehát én a zenészekkel általában tényleg azt is megmondom, ha nagyon tetszik, és azt is, ha esetleg valami nem jó.
No, akkor viszont már itt tartunk a jelenlegi meghívásnál. Miként fogadta ezt az invitálást? Hiszen tudjuk, hogy Kodály emlékév van. Emlékezünk. És én örömmel láttam egyébként a sajtótájékoztató, a beharangozó sajtótájékoztatón is, ez a könyv volt a kezében. Hát, ez voltaképpen egy biblia bizonyos értelemben. Ez sok értelemben, azt hiszem, igen, azt gondolom, mint embert azt őt. Nem csak az emlékévben kellene kötelező olvasmányt tenni ebből, hanem máskor is. Nos, ugye az tudja nyilván, hogy 2015. január 1-e az egy nagyon fontos dátum az Albaréga Szimfonikus Zenekar életében, önállóvá vált. Ezt egy remek igazgatóval, ahogy ön is fogalmazott, Major István csellóművész igazgatóvá avanzsált, bár csellóművészként is kedveltük őt, és jött bizonyos értelemben egy minőségváltás is. Remek művészeti vezető volt Rahos Béla, nem vitás, viszont egy profi zenekarhoz nyilvánvaló, hogy íve kell, hogy legyen a történetnek, hiszen a klasszikus zenét szeretik Székesfehérváron. Ezt meg annyi remek előadás bizonyította, nagyszerű vendégművészek jártak itt, nem sorolom fel, de igazi sztárok, és most megérkezett ön a Kodály emlékévben, és ahogy a beszélgetésünk elején felsoroltam, Kodály, Liszt és Bartók. Azt hiszem, hogy a három géniuszról beszélünk. Beszéljünk erről az estéről. Kezdjük a budavári Tedeummal, hiszen azt hiszem a repertoáron bőséggel szerepel, de ez egy csoda számunkra is. A Tedeum mindig, hiszen ha csak azt mondjuk, hogy téged Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged örök Atya Isten, mind egész föld áld és tisztel. Ugye ez a kora keresztény himnusz, és 1936-ról beszélünk, és ez egy örökbecső. Miként választotta a Tedeumot? Ezt őszintén mondom magának, az István ajánlotta. Tehát ez volt a koncertnek az alapkoncepciója, tehát hogy a Tedeum legyen benne. És én nagyon boldog vagyok azért is, mert a Tedeumot soha nem vezényeltem. Annak ellenére, hogy ez egy olyan univerzális mű, nem véletlen azért a Toscaninének ajánlotta Kodály, és ha ez Toscanini szerette, ez annak a jele, hogy ez tényleg egy remek mű, mert ő azért nagyon megválogatta, hogy mit vezényel. Egyrészt azért is, mert latinul van, tehát megközelíthető tényleg bárkinek. A másik oldalon viszont ennek a hangja, tehát azt, hogy a Kodály az sikerül neki a magyar, ezt a magyar ízt, nem is tudnám minek hívni, ez ebben benne van a vér, benne van a rendkívül küzdelmes történelmünk, és ezt mégis egy olyan univerzális hangzássá átformálni, hát ez tényleg, szerintem ezt csak ő tudta a magyar zeneszerzők közül. Bartók nem ennyire. Egyrészt sajnos Bartóknak nincs szakrális műve, amit mondhatnánk. Ő a hitét azt egész másképp élte meg. Kodály nyilván ezért is végtelen tiszteletre méltó, mert 1936-ban is és a kommunizmus alatt is ezt a művet állandóan adták. Tehát ez egy akkora hitvallás, hogy ez az ő részéről nekünk egy hatalmas tanítás, hogy még ma is sokszor nehezen merjük megvallani a hitünket. Hát ő ezt megtette, és olyan módon, hogy ennek a hangzás világa, azt hiszem, hogy tényleg én jobban szeretem, mint a Brucknerét őszintén, bár azt többet adják elő. De hát nem hiszem, hogy azért, mert magyar vagyok, mert hadd mondja magának, ahol Kodályt vezényeltem, ott mindig rendkívüli volt a lelkesedés. Ez vonatkozik a nyári estére is? És ezt, kérdezem egy gyorsan. Hát nem, bocsássa hát meg, egy, az nem. Egy másik. Hát az egy másik dolog. Az egy másik dolog. Az egyrészt az majdnem, hogy kamarazenei mű, tudja. Tehát az viszont, hadd mondjam, azt sok olasz kamara együttes a műsorán tartja. Tehát az nem igaz, hogy az nem egy ismert mű. Csak, hogy mondjam, nem annyira látványos, mint amit nyilván a Dvorzsák szerenáddal, vagy a Csajkovszkijjal, hát azzal nagyobb hatást lehet elérni. Ez azért kell egy bizonyos fajta, én úgy érzem, lelki érettség a Kodályhoz. És kell egy olyan fajta,
élet filozófia stílus, amiben benne van, azért az, gondoljunk el 1882-től ő végig éli az életét, hát ez egész századot, hát 67-ben meghalni, hát azért az ő mindent átélt. Ő minden, a szenvedését, ez minden művibe benne van, valahogy én azt érzem, hogy őt nem lehet kivonni a mi történelmünkből. Ezért is szerintem a legjelentősebb ilyen értelemben magyar zeneszerző, mert a Lisztnek az univerzális zsenialitása az nem vonható kétségbe, de sajnos a Lisztnek is az egyházzenei művét a mai napig is nem értékelik, nem ismerik. Hát a Szent Erzsébet legendáját soha nem tudtam előadatni, soha. Soha. Igen. És a Krisztus oratóriumból ne is beszéljünk, pedig hát az aztán... Tehát az, hogy egy zeneszerzőt mi úgy érzem tudunk identifikálni a hittel is, ez szerintem ez csak Kodálynál áll fönt. Mert ő a miénk. Ez Kodálynál áll fönt. Annak ellenére, hogy Liszt, tudjuk, hogy milyen csodálatos viszonya volt a Piusszal, és hogy neki saját lakása volt a Vatikánban, ami azért nem volt akkoriban egy nagyon elterjedt dolog. Tehát a liszti mélységek azok előre mutatnak, és a Lisztnek is a csodálatos, hát a Via Crucis, nem tudom. Tehát ez a fajta egyszerűség már majdnem, hogy zavaró tisztaság. Hát tudja, a nyári estékben is, ezt említettem az előző beszélgetésünkben is, hogy olyan gyönyörű a partitúra, mint egy mozarti partitúra lenne. Tehát az egyszerűség és a tisztaság, és azért az nem mindenkinek tudja, azt nem mindenki tudja azért rögtön első hallásra értékelni. A Vértanúk sírján, hiszen annak az alapja pedig ugye a Bozók énekes hát könyve. Az pedig jó, hát az szerintem egy másik, valószínűleg az akkor született, az pontosan bevallom magának, nem is tudom a keletkezésének a módját, csak ismerem az összes változatát az Ahol vagy magyaroknak, mindenfajtát, mert ő ezt a témát ezt annyira szerette, hogy ő ezt átírta a két szólamtól kezdve, a hat szólamig, a gyerekkórusra, fiúkórusra, vegyeskórusra, és itt, hogy ő ezt így a mű végén, mint korál, utolsó korálnak behozza, hát ez is egy, én szerintem ez inkább hitvallás, mint zenei bravúr. Miként látott munkához? A zenekarunkkal. Most már mondhatjuk a zenekarunk. Hát köszönöm kérdését, ez még várat magára, mert most úgy alakult, hogy most el kell mennem sajnos Koreába. Egy Turandot produkcióm van, közben hazajövök 4 napra, mert ezt mindenképp meg akartam csinálni, ezt a Kodály koncertet, és hálás vagyok az igazgató úrnak a felkérésért, mert ilyen lehetőségem lehet, hogy az életbe többet nem is adódik, hogy templomban elvezényelhetem a budavári Tedeumot. Például ez egy akkora ajándék, hogy tulajdonképpen nekünk muzsikusoknak olyan boldognak kellene lennünk, mert a mai világban nekünk megadatik az, hogy hát ez mind ajándék. Ez most már nem úgy van, hogy régen ez egy egész jó, stabil és anyagilag is jól eredményező munka volt. Ma már a muzsikusi élet, én látom a fiamon, aki a londoni Royal Music School-ba diplomázott zeneszerzésből és gitárszakon, elektromos gitár is, és klasszikus gitár is, tehát mindent ismer a hangszerről, és nincs, majdnem nincs lehetősége. Tehát az, hogy mi még, és az, hogy Székesfehérváron, ezt említettem is múltkor, ez egy akkora nagy dolog, hogy itt egy ilyen komoly, tényleg nem csak szándék, hanem egy valóság, és egy terv, és egy jövő van, ebben a világban, tehát a mi világunk, ahol Kodályról beszélhetünk, hát ez egy akkora dolog, hogy hát hol van ez, mondja meg nekem. Olaszországban is a szezonoknak a felét letörlik, az előadások száma mindig kevesebb lesz. Tehát most ne negatívan fejezzük be, hanem pont pozitívan az, hogy van egy olyan
kisváros Magyarországon, amit Kodály különben említ, még név szerint is említ Fehérvárat. Ő tényleg szerette, szóval ez kétségtelen. És ezt se tudtam én, mielőtt bevallom magának, mielőtt megkaptam volna ezt a felkérést. Utána vettem megint kezembe ezt a könyvet, ha már gyerekkoromban ezt olvastam is, de mert édesapánk adta még először. De a lényeg az, hogy ez egy csodálatos dolog. Ez egy nagy dolog, és én még inkább annak örülök, hogy ezt a Bazilikában fogjuk előadni, mert én meggyőződésem, hogy az egyházzenei műveket azt a templomba kell előadni. Mindennek rendelt ideje. És én szeretném, hogyha akik ezt éneklik, és akik ezt hallják, ha nincs hitük, akkor nekünk a felelősségünk az, hogy kicsit valahogy Istenhez közelebb vigyük. Ha pedig van hitük, akkor pedig az a kötelességünk, hogy hát legyenek boldogok, és adják át ezt a hivatást. Ez volt a végszó. Engedje meg, hogy Kodály Zoltánnal búcsúzzam. Keretbe zárjuk a történetet. Köszönöm. Ő azt írta, a szabadság és szépség felé vissza az út, amelyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világból mekkora darab az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak birodalmához nem is fogható. De költő a maga világában, és ennél több senki sem lehet. Itt a költőt vegyük ki, tegyük be, karmester a maga világában. Jó. Hát... és manapság ennél több senki hálásan sem lehet. Köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. És nagyszerű volt a kérdései és az embersége. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöket pedig arra bíztatom, miközben megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy ne feledjék, a Szent István Bazilika várja önöket, mégpedig július 13-án csütörtökön 19:30-kor. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra.